November 13-án arról döntünk, hogy megerősítjük-e a Magyar Nemzeti Tanács autonómiáját. Erről beszélt a Szabadkai Magyar Rádióban Fremond Árpád. A Magyar Összefogás listavezetője elmondta, úgy hiszi, a választópolgárok tudják, hogy fontos a kulturális autonómia, az oktatás és a tájékoztatás. Őszinték vagyunk a választópolgárokkal, azt tesszük, amit mondunk és amit ígérünk. Nem ígérünk felelőtlenül sohasem. Ez jellemzi a Vajdasági Magyar Szövetség politikáját, tette hozzá Fremond. Majd abbéli reményét fejezte ki, hogy a választópolgárok vasárnap megerősítik a Magyar Összefogás listáját a nemzeti tanácsi választásokon. Újra lesz Vedd el a számlát és nyerj nyereményjáték. A szerb kormány elfogadta az erről szóló határozatot. Ezúttal két fordulót rendeznek. A nyereményjátékkal a kormány a szürke gazdaság visszaszorításának jelentőségére szeretné felhívni a figyelmet. Korábban változásokat jelentett be a pénzügyminiszter a játék idei fordulóiban. Sinisa Máli elmondta, hogy az e-számlák bevezetésének köszönhetően nem kell majd borítékolni a begyűjtött fiskális nyugtákat. Elegendő lesz szkennelni a számlákon szereplő QR kódot ahhoz, hogy a lakosok részt vegyenek a Vedd el a számlát és nyerj elnevezésű nyereményjátékon. Állásbőrzét tartottak Szabadkán a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiók Intézetében. 24 munkaadó kínált munkalehetőséget, mintegy 300 szabad helyre. Verica Vujadinovic, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiók Intézetének megbízott igazgatója elmondta, Északbácskában munkaerőhiány ütötte fel a fejét, ami arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy javítsanak a munkafeltételeken és emeljenek a fizetéseken is, amennyiben meg akarják tartani a jó munkaerőt.